A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 7-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk Babos Rita fotókiállítására, majd Márfi Gabriella festményeit csodálhatjuk meg. Ezt követően betekintést nyújtunk a Vár folyóirat új számába, és találkozunk Bújtor Balázs hegedűművésszel, kicsit másként. Végül pedig kortárs klasszikus zenével várom Önöket, Ötvös Péterre emlékezünk. Tartsanak velünk! Nagy érdeklődés mellett nyílt meg Babos Rita természetfotós első kiállítása, az Én természetem című tárlat a Zsolt utcai közösségi házban tekinthető meg. A Zsolt utcai közösségi házban nyílt meg az Én természetem című kiállítás Babos Rita természetfotóiból. Az egykori kiváló atléta, aki jelenleg is edzőként segíti az arak fiatal tehetségeit, környezetmérnökként, a Magyar Madártani Egyesület tagjaként és a Sóstói Vadvédelmi Központ önkénteseként missziójának tekinti, hogy megörökítse a természet csodáit. Teljesen autodidakta módon kezdtem el a fényképezést tanulni. Igazából egy sérülés utáni felépülés volt, ami az egész dolgot elindította, hogy elkezdtem figyelni az erkélyen a madarakat, elkezdtem fotózni őket. A rehabilitációs sétákon először csak figyeltem, aztán vittem a fényképezőgépet, és valahogy ez az egész így kialakult, és hát a fényképezőgép úgymond oda nőtt a nyakamba. Azóta, amikor tehetem, megyek, próbálom felfedezni elsősorban a Székesfehérvár, illetve a környék csodáit, de nyilván egy komoly bakancslistán van a felfedezésre váró helyekről. Nagyon fontos, hogy a folyamatos fejlődés záloga, hogy egyre jobban megismered a természetet, nyilvánvaló. És ez a képekről is leri, hiszen csodapillanatokat ajándékozol nekünk. Igen, igyekszem minden témát, amennyire csak lehet megismerni. A fotózott fajokat, hogyha nem ismerem, akkor utána olvasok, utána járok. Próbálom megfigyelni a viselkedésüket, hiszen minél jobban ismerem őket, annál könnyebb olyan pillanatokat, olyan helyzeteket megörökíteni, ami esetleg az átlag szemnek nem látható. Van olyan madár, vagy egyáltalán olyan a környezetben, ami számodra különösen kedves? Több is van. Van olyan, amivel nagyon sokszor találkozom. Az egyik az őszapó. Szerintem nagyon sokan ismerik, egy nagyon kedves kis apró madárka. És vannak álomfajaim Magyarországon is, illetve külföldön. Az egyik a hajnalmadár, ami Magyarországon is megtalálható, illetve a paradicsommadár. Vannak álmaid? Hogyan tovább? Hát igazából mindig a helyzet adja azt, hogy éppen merre indulok, hogyan fotózok, attól függően, hogy hogyan van erre időm. Vannak álmaim, szeretnék nagyon sok helyet felfedezni, eljutni, különleges helyekre fotózni, de igazából ami számomra a legfontosabb az, hogy kint vagyok a természetben, felfedezem, ez nekem élményt nyújt, és igyekszem megörökíteni, és az én szememmel megmutatni másoknak is, hogy milyen csodák vesznek minket körül. Csete Gábor, a Sóstói Vadvédelmi Központ természetvédelmi szakmai vezetője kiemelte, fontos, hogy a fotókon olyan hiteles pillanatokkal szembesülhetnek a tárlat látogatói, amely megerősíti elkötelezettségüket a természet kincseinek megőrzése mellett. Azt gondolom, ez egy fantasztikus érzés nekem is, és Ritának is, hogy létrejöttett ez a kiállítás. Ugye ez egyfajta szenvedély, és tényleg egy elhivatottság, ami jellemzi Ritát és a fotóit, ami gyakorlatilag tényleg visszaadják az ő benne rejlő természetimádó embert. Én azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus pillanatokat él meg, és azokat vissza is tudja adni számunkra.
én évek óta ismerem Ritát, tényleg a vadvédelmi központban is közösen dolgozunk, mert ott egy nagyon régóta, tehát önkéntesként dolgozik nálunk, úgyhogy nagyon szoros baráti kapcsolatot is ápolunk. Én azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog, hogy bemutathatja most Székesfehérvár népének az ő képeit, és ugye ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ezek olyan elkapott pillanatok, olyan fajokról, amelyek itt vannak a környezetükben, velünk együtt élnek, és tényleg nem csak az a fontos, hogy adja vissza ezeken a képeken keresztül lesz Rita, hanem tényleg ezek a fajok, hogy itt tényleg milyen sokszínűen élnek itt a környezetünkben, és hogy miért kell rájuk vigyázni. Tehát a természet védelme, a természet szeretete árad ezekből a képekből, és azt gondolom, hogy arra inspirálhat bennünket is, hogy tényleg hogyan óvjuk meg ezt a kincset, ami körülvesz bennünket. És azt gondolom, hogy itt a Föld napján ez egy nagyszerű üzenet. Megerősítést jelent számodra, illetve a munkatársaid számára egy ilyen tárlat? Igen, ez abszolút megerősítést, és hát nagyon sok hasznos megfigyelést is rejt magában, ugyanis Rita rengeteget van kint a területen, amikor tényleg a másik hivatása engedi, és én azt gondolom, hogy számunkra is rengeteg olyan adat születik sokszor természetvédelmi szempontból, amit mi magunk nem érzékelünk, nem látunk, mert éppen nem vagyunk ott a területen, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok szemszögből nézhetjük az ő természetfotós munkásságát, tehát tényleg egy művészi oldalon is van ennek, és megvan egy nagyon komoly szakmai háttere is, és én azt gondolom, hogy ezeket mindig megvitatjuk, mindig megosztjuk egymással, és akkor ebből igazán lesz egy igen komoly kincs. És most ugye ebből a kis kincsből idézőjelbe itt kiállíthattunk jó pár olyan fotót, ami azt gondolom, hogy ennek a szenvedélynek a csúcsa. A vendéglátó Zemlényi Katica örömének adott hangot, hogy a Zsolt utcai kultúrtér ad otthont a kiállításnak, amelynek keretében kivételes élménnyel gazdagodhatnak a természetbarátok. Különösen örülök Rita kiállításának, és különösen örülök annak, hogy amikor annak idején kitaláltuk azt, hogy felkaroljuk azokat a művészeket, akiknek még nem volt kiállítása, az egy nagyon jó ötlet volt. És én olyan boldog voltam attól az örömtől, amit Rita arcán láttam, hogy most neki itt lesz az első fotókiállítása a mi közösségi házunkban, hogy ez már megért mindent. De azok a látogatók, akik eljönnek ide és megnézik ezeket a csodaképeket, azok azt hiszem, hogy egy olyan különleges atmoszférában lesznek, és oda kerülnek, ami hát megfoghatatlan, és csoda, maga a természet, ez a Rita természete, és a mi természetünk is. A kiállítás hűen tükrözi és megerősíti David Attenborough üzenetét, miszerint becsüld meg a természetet, mert te is a része vagy, és függsz tőle. A Castrum Hotelben egy kivételes gondolatisággal megfogalmazott kiállítás nyílt meg Márfi Gabriella alkotásaiból. A Hiszek a változás erejében tárlat Tomek Noémi mestertréner együttműködésével jött létre. Hiszek a változás erejében. Ezzel a hívó gondolattal nyílt meg a Castrum Hotelben Márfi Gabriella és Tomek Noémi közös ihletésű tárlata. 4 évvel ezelőtt a koronavírus járvány kezdetén indult a két alkotó együttműködése. A kiállításán látható 64 festmény megerősítést nyújt alkotónak és képzőművészet barátnak egyaránt, hiszen a festőművész és a mestertréner álomszerű, és mégis nagyon is valóságos egymásra találása meg annyi csodapillanattal ajándékozott meg bennünket. Maradj otthon időszakban kezdődött ez az egész. És én akkor nagyon bepánikoltam, hogy mi lesz velem, ha otthon kell maradni, és be leszek zárva. És Tomek Noémi minden reggel osztott meg egy pozitív mantrát, amit én minden reggel vártam, hogy az legyen a napom meghatározó gondolata. És jött egy ilyen gondolat, a fiam mondta, hogy ebből az időszakból próbáljak meg valami jót kihozni. És akkor jött ez a gondolat, hogy festettem az egyik mantrához egy képet. Ez a Hiszek a változás erejében című festményem, és elküldtem a Noéminek, hogy mit szól hozzá. És kérdeztem tőle, hogy mi lenne a véleménye, ha ebből csinálnánk valami pozitív, valami jót, és csinálnánk egy kártyacsomagot.
Úgyhogy így indult az egész. Noémi nagyon örült, aminek én még jobban, mert tudtam, hogy akkor ez a bezártság belőlem valami pozitívat fog kihozni. Tehát kimondhatjuk, hogy ez egy rendkívül fontos pillanat volt, hogy bizonyos értelemben a rosszban is mindig fel lehet fedezni azt a jót, ami aztán megszülik, illetve megszületik az alkotó által. Mert én azt mondom, hogy aki itt körülnéz, az rácsodálkozik arra, hogy mennyi minden életérzést lehet kifejezni egy arcon. Igen, mindenképpen, tehát nekem úgy gondolom, hogy itt teljesült be az, amire úgy mindig vágytam, hogy valami olyat hozzak létre. Nekem rengeteget segített az, amíg alkottam, tehát hogy azokat az érzéseket, amik bennem voltak, ki tudtam festeni magamból, és hát most már így 4 év távlatában mondhatom, hogy nagyon sokan használják ezt a kártyát, úgyhogy úgy érzem, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, mert nagyon sokaknak segített, és talán pont abból a mélységből hoztak ki az embereket, amiben én is belekerültem az első pillanatba. Tomek Noémi mestertréner számára is különleges pillanatokat hozott a koronavírus járvány, hiszen egy eddig még soha meg nem élt időszakban nyújtott motivációt az alkotónak, ami aztán Márfi Gabriella alkotásaiban új nézőpontokat nyújtva teljesedett ki. Fototerápiával is foglalkozom egy jó ideje, és abban tudok segíteni az embereknek, hogyha nem tudják megfogalmazni a gondolataikat, hogyha nem tudják felismerni a valós érzéseiket, hogyha éreznek valamit, de nem tudnak vele mit kezdeni, akkor azt képek segítségével egy kicsit fel tudják hozni. És ez egy nagyon jó és pont időszerű találkozásunk volt ebben a projektben Gabival, mert ő nem volt jól akkor, amikor 4 évvel ezelőtt azt mondták, hogy otthon kell maradni, az ő szabad művész szellemének ez egy nagy nyomás volt. Én pedig akkoriban is az interneten keresztül osztottam meg olyan üzeneteket, amikkel pont az ilyen esetekre szerettem volna segíteni. Összekapcsolódtunk, és bár korábban is már ismertük egymást, és nagyon sokszor támogattuk egymást a saját eszközeinkkel, ez az első közös projektünk, ami most már 4 éve tart, és nagyon-nagyon sokaknak tudtunk segíteni vele, de a legfőbb az volt, hogy ez Gabi önterápiája is volt. Mennyire jelent megerősítés számodra, hogy azok a gondolataid, amelyek egy rendkívül nehéz időszakban eljutottak az emberekhez, ilyen alkotásokat szültek? Ez csodálatos érzés, tehát én ezért csinálom a munkámat, nagyon-nagyon szeretem azt, amit csinálok, és ez mozgat minden nap, és amikor látom azt, hogy egy mondat jó helyre kerül, hogy egy mondat át tud billenteni valakit egy nehéz élethelyzeten, akkor csak elégedettséget és örömöt tudok érezni. És amikor végignézek Gabi 64 festményén, akkor ugyanezt érzem, mert láttam már sokak kezében ezt a festményt, láttam már segítők kezében a festményeket, illetve az abból készült kártyákat, és nagyon-nagyon sokaknak tudnak mások is segíteni ezekkel a kártyákkal. Ez extra boldogság az egésznél, olyan, mint egy habatortán. A tárlat a nyár végéig látogatható. Megjelent a Vörösmarty Társaság ikonikus folyóirata, a Vár legújabb száma, amelyben ezúttal is képviseltetik magukat a határon túli magyar irodalom. Megjelent a Vár, a Vörösmarty Társaság irodalmi és közéleti folyóiratának legújabb száma. A társaság célja, hogy Vörösmarty Mihály szellemi hagyatékát ápolja, valamint a helyi irodalmat is támogassák, felkutassák és népszerűsítsék. A társaság tagjai idestova 2 évtizede gondozzák a folyóiratot, amelyben számos magyar irodalmi alkotó képviseltette magát az elmúlt években. Nagyon nagy öröm számomra, hogy elértük ezt a felnőtt kort. El már lehet, hogy felnőtt koron túl vagyunk. Mindig igyekeztünk változatos számokat összeállítani. Hála Istennek meg is volt a lehetőségünk, hiszen nem csak fehérvári költők, írók, irodalomtörténészek szerepelnek a várban rendszeresen, hanem az egész országból küldenek írásokat nekünk, sőt, hát a legfontosabb, hogy a határon túlról is. Ebben a számban is több határon túli író jelentkezett, és ami azt hiszem, hogy mindig is szemünk előtt volt, az az, hogy változatos legyen. Ott van a címoldalon, hogy közéleti és irodalmi folyóirat. Tehát azt hiszem, hogy ami nekünk kötelességünk, költőknek, íróknak, szerkesztőknek, a közélethez való hozzászólás és valamiféle kapcsolat a közélettel. Ezért néha természetesen
vannak, akik kritikusan értékelik azt, hogy például a politikai tartalmú írás megjelent a Várban, de egy nagyon-nagyon fontos, most az egész világot érintő, világpolitikai jelentőségű eseményről írt Gamauf András, aki örülök, hogy megkeresett minket, és hát remélem, hogy számíthatunk rá. Tehát benne vannak, még egyszer mondom, költőink, íróink, határon túliak. Remélem, hogy örömet tudunk szerezni vele ezzel a számmal is. Az új lapszámban, amelyet P. Maklár Éva moderálásával ismerhettek meg az irodalombarátok, ezúttal is a társaság tagjainak sokszínű műveit ismerhették meg az olvasók. Műfajilag ez is egy gazdag vár. Versek, novellák, recenziók, tanulmány, köszöntések és családi beszélgetések vannak benne, és még kiállítás megnyitók is. Érzelmileg viszont egy ilyen kettősség jellemzi. Egyrészt az öröm, a barátság, másrészt pedig a verseknek elsősorban van egy kicsit olyan hangulata, mintha Adi krónikásének 1918-ból versét idézném, hogy iszonyú dolgok mostan történülnek. És ez egy kicsit rányomja a bélyegét a vár egy részének a hangulatára. De önmagában nagyon tartalmas, szép kötet, és bízom benne, hogy bárki a kezébe veszi, nagyon jó dolgokat fog olvasni belőle. Magony Imre ezúttal ajánlásában a záróra Tóth László emlékkönyv előzetesében tárta gondolatait az olvasók elé. Az emlékkönyvben megidézik a fájdalmasan korán elhunyt legendás kulturális szakember munkásságát. Én ez a kis recenzió, ami a Várban jelent meg, próbáltam felhívni a figyelmet erre a nagyon érdekes és egyedi és különleges könyvre, ami Tóth László munkásságát mutatja be, egyrészt verseit, prózáit, róla szóló visszaemlékezéseket, kortársak barátoknak az emlékeit. Tehát mindenképpen fontos, hogy ez a kötet a nagy nyilvánosság előtt is ismert legyen. Mi az, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni vele kapcsolatban? Annál is inkább kérdezem, mert bizony elhalványult az emléke, holott én azt hiszem, hogy a fehérvári kultúra egyik ikonja. Igen, hát ő elsősorban művedéshez igazgató volt, de ebből a kötetből megtudjuk azt is, hogy nem csak kiváló népművelő, hanem költő, gondolkodó, kiállítás szervező, szponzor, tehát gyakorlatilag egy igazi közösségi, közművelési szakember volt. Pálfavi András ezúttal is egy nagyívű költeménnyel jelentkezett. A János unokaöcsémről gyermekeinek és neki is valahová messze egy fájdalmasan valóságos, epikus történetet tár a versbarátok elé. Költőikkel foglalkozni, ez a legutóbbi nagy esemény a Jankovics emlékest, amire készült a Vörösmarty Társaság kiadásában egy 11 koszorú című vers. Hát nem tudom, minek neve, versfüzér, verskoszorú. És ebbe írtam egy verset, egy viszonylag fiktív, mondom, viszonylag fiktív találkozásról, 44 nyarán Jankovics Ferenc és kiváló tanítványa, akihez a Vörösmarty Társaságnak is, és a vár, nem ennek, hanem a régebbi vár folyóiratnak is nagy köze van, hisz ő alapította az egyiket, a másik a társelnöke volt, és deportálták. Ez a szituáció, ami vérfagyasztó, hát ez ikletett meg engem, hogy írjak egy verset Jankovics Ferenc nevében. Az esten bizonyságot kapott, hogy a magyar irodalom teljességét felölelő folyóirat ezúttal is megerősítést nyújt a magyar nyelvű irodalmi kultúra sokszínűségét megbecsülő olvasók számára. Folytatódott a Bennfent Est, az Alba Rége Szimfonikus Zenekar portrébeszélgetés sorozata. Bújtor Balázs, a zenekar koncertmestere hangulatos diskurzusban idézte meg pályájának legfontosabb állomásait. A csendesülősben folytatódott az Alba Rége Szimfonikus Zenekar tagjaival készült beszélgetés sorozata Bennfent Est, amelyben Erdély Teréz a zenekar kommunikációs vezetőjének vendégeként ezúttal Bújtor Balázs, a kiváló hegedűművész, a szimfonikusok koncertmestere mesélt nagyívű pályájáról.
Nagyon fontos, hogy itt vagy nekünk, velünk, az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnak, hiszen szárnyaltok. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés a pályaválasztás a részedről, hiszen egy olyan családba születtél, ahol a művészet jelen van egyik oldalról, viszont a klasszikus zene az egy kicsit más. Igen, de klasszikus zene is bőségesen jelen van, hiszen édesanyám Perényi Eszter, nagybátyám Perényi Miklós, úgyhogy nagy probléma nem volt itt a pályaválasztásra, hamar eldőlt. 8 évesen kezdtem hegedülni, és 13 évesen fölvettek a Zeneakadémiára. Tehát a tehetségnek nem voltál hiány, voltak példaképeid? Persze, anyám és nagybátyám elsősorban. Később persze Dávid Oistrakh, tehát nagy hegedűsök abszolút, de Kocsis Zoltánt is mondhatom. Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a pályaválasztás, ha már rendben van, és megtaláltad a kedvedre való hangszert is a pályához. Aztán kinőttem. De aztán hogyan tovább? Tehát mi volt az az elv, amelynek mentén elindultál az utadon? Az történt, hogy ugye anyám és nagybátyám szólista, tehát koncertező művészek voltak, odaálltak a zenekar elé, és eljátszottak egy versenyművet. Ezt én nem annyira szerettem volna, meg nem is voltam annyira szorgalmas, ezt most már bevallhatom. Viszont koncertmester az lett az én főcsapásom, mert Minari Kede is megmondta, hogy kell egy csapat. És ez nekem nagyon bejött. Megalapítottuk barátaimmal a Danubia szimfonikus zenekart, és akkor én ott 12 évet le is húztam koncertmesterként. Igen, és meg annyi siker kísérte a pályafutásodat, ugyanakkor egyszer csak feltűntél, rácsodálkoztunk, hiszen ez egy olyan időszakban született, amikor új elvek mentén alakult újjá, ha úgy tetszik, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, ami azóta is szárnyal, ha úgy tetszik. Mi döntött Székesfehérvár mellett? Hát itt is egy családi vonatkozás van, hát édesapámnak nagy szerepe volt abban, hogy a Vörösmarty Színház állandó társulatot kapott, annak idején ezt ő nagyon szorgalmazta, és létre is hozta 90-es évek közepén végén, és mindig szimpatikus volt Fehérvár, nyilván nagy videóton drukker voltam a Fradi mellett, ezt tegyük hozzá rögtön, ez mondjuk egy furcsa dolog, de ez így van, végül is most első-második. Úgyhogy ez, én most jól érzem magam. Ugyanakkor Ruf Tamás igazgatóval dolgoztam, amikor ő karmester volt, egy olyan produkcióban vettem részt, és nagyon szimpatikus volt Dobszai Péterrel egyetemben, akivel a Danubiában dolgoztunk együtt. Úgyhogy nem nagyon volt kérdés, amikor hívtak, hogy jövök, és aztán komolyabbra fordítottuk a dolgot, játszottam egy próbajátékot is, és 2022. májusától hivatalosan is a zenekar tagja vagyok. Igen, elindult egy olyan folyamat, egy olyan út, amit azt hiszem, hogy megsüvegel minden klasszikus zenebarát itt Székesfehérváron. Ezt ti belülről is érzitek, hiszen nagyon sokat fejlődött a zenekar, azt megerősíthetjük. Ezt is érzem, hogy fejlődik a zenekar, és azt is érzem, hogy az nagyon ritka, amikor egy polgármester eljön nem csak az újévi koncertre, tehát a reprezentatív eseményre, hanem több más hangversenyre is. Ez Budapesten unikum lenne. Mint ahogy nincs is, nagyon. Egy nagyon hosszú út, kellős közepén járunk, mármint az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral, olyan repertoárral, ami azt hiszem megsüvegelendő. Elején, közepén, úgy érzem, még bőven van előttünk, de nagyon jó, nagyon jó. Én nagyon jól érzem magam, és azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egyre följebb és följebb jussunk. Megerősítést jelent számodra a közönség szeretete, hiszen azért látjuk, hogy mostanság meglehetősen ritka, hogy állva tapsolnak egy-egy koncerten. Igen, igen, abszolút, abszolút, és nagyon jó leső érzés, és kicsit olyan könnycseppel morzsolós, megéri dolgozni. Nyilván van jövőképed, mire készültök most? Én most játszottam egy hangversenyen, ugye több koncertmester is van a zenekarnak, Ilosfai Csenge, nagyszerű kolléganőm, vezeti a májusi dolgokat. Én júniusban leszek legközelebb, 20-án lesz egy hangversenyünk, annak leszek én a koncertmestere, a nyár, ez az évad záró hangversenyünk. Egy ilyen találkozó mindig különleges, hiszen bensőséges dolgokról kérdeznek természetesen bulvár nélkül. Örülsz annak, hogy részese lehetsz egy ilyen találkozónak? Nem fogom megúszni szerintem a bulvárt, de igen, abszolút. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon jó, hogy létrejött egy ilyen Székesfehérváron.
In memoriam 5-ös Péter francia impressziók címmel a közelmúltban elhunyt világhírű zeneszerzőre emlékeztek az Alba Régia szimfonikus zenekar koncertjén. A hangverseny karmestere, a világhírű francia dirigens René Dürüf volt. A márciusban elhunyt székelyudvarhelyi születésű 5-ös Péter Szent István rendel kitüntetett, kétszeres Kossuth Díjas zeneszerző, zenepedagógus és karmester tiszteletére rendezett koncertet az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Szent István Művelődési Házban. Az Isten áldotta tehetségű 5-ös Péter a 20.-21. század egyik legismertebb operaszerzője volt, aki a modern európai zenetörténet minden műfajában korszakos jelentőségű műveket alkotott. Az utóbbi egy hónapban ez a személyes kapcsolat ez azért jelentősen felértékelődött, mivel pont egy hónappal ezelőtt hunyt el 5-ös Péter zeneszerző. A 20. század második felének és a 21. század magyar zeneszerzésének egyik legmeghatározóbb alakja tényleg a nemzetközi zenei szintéren. Ez a ma esti koncertünk, ez eredetileg egy 80. születésnapi koncertnek készült, most a sajnálatos apropó következtében emlékkoncerté alakul, de ezt el fogom mondani a hangverseny elején is, hogy nem szomorkodni, elsősorban nem gyászolni, jöttünk ide ma este, hanem emlékezni 5-ös Péterre, valamint megismerni egy olyan zeneszerzőnek a belső világát, összetett gondolatait, zenei szemléletmódját, aki nagyon-nagyon fontos az egész világ számára. A fehérvári muzsikusok 5-ös Péterre két korszakos zeneművével, egy Mozart Tomással és egy klarinét kettős versennyel, Maurice Ravel zenéjével, valamint Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetője 5-ösnek dedikált ősbemutatójával emlékezett. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vendége Rémi Dürüp, a francia koncertmester generáció kiemelkedő képviselője, a Párizsi Ensemble Links művészeti vezetője, az 5-ös alapítvány mentorátja és számos nemzetközi karmesterverseny győztese volt. Egy olyan vendégkarmesterünk érkezett Franciaországból, Párizsból, Rémi Dürüp személyében, akit én mondjuk a magam részére 5-ös utolsó ajándékának tekintek most, hiszen 5-ös Péter ajánlására érkezett hozzánk Rémi Dürüp, aki az 5-ös alapítványnak a mentorátja volt, tehát 5-ös Péter személyes tanítványa volt, tehát én is Péter révén ismertem meg Rémit, most dolgoztunk először együtt az elmúlt körülbelül másfél hétben, illetve hát mi már az elmúlt hónapokban is sokat kommunikáltunk, sokat beszéltünk egymásról, hiszen nekem is lesz egy darabom a mai este folyamán, ami egy ősbemutató lesz, tehát ezt most ma az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és Rémi Dürüp fogja bemutatni. Ennek a darabnak egyébként Dialog mit 5-ös, vagyis Beszélgetés 5-össel a címe. A koncerten számos zenebarát gratulált Dobri Dánielnek, az Artisius díjas zeneszerző Halmaz állapot változások című hegedű cselló zongora triója Washingtonban kerül bemutatásra. A mű az Amerikai Kamarazenekari Egyesület zeneszerző versenyének díjazott darabjaként 27 ország 165 jelentkezője közül került kiválasztásra. Pont jó az időzítés, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt kaptam egy zeneszerző díjat, illetve nyertem egy amerikai zeneszerző versenyt, ami most nagyon jó ilyen olyan szempontból, hogy egy kicsit ezt a mai koncertet is tudjuk kommunikálni ennek a díjnak a révén, vagy ennek a díjnak a következtében. Ez egyébként egy washingtoni zeneszerző verseny volt, egy Art Music Society nevű kamarazenei társulásnak a versenye, ahova elég sokan jelentkeztek, körülbelül 160-170 zeneszerző a világ minden tájáról, és ennek az az eredménye, hogy majd az én States of Matter, vagyis Halmazállapot változások című darabomat bemutatják Washingtonban, kiadják a darab kotert Amerikában, és lemezre is veszik azt. A hangverseny megerősítést nyújtott a klasszikus kortárs muzsika kedvelőinek, kivételes modern darabok hangzottak fel, az esemény rangját pedig jelzi, hogy a koncertet megtekintette Brazília budapesti nagykövete is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! We'll be right back.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.